Az előző évekkel ellentétben a fürdővezetése 2016-ban a nagyobb beruházásokat nem a nyári idényre időzítette. A nyári szezonra való felkészülés során azokon a területeken javítottak a szolgáltatások színvonalán, amivel még nem voltak elégedettek. Ahol a leginkább voltak még hiányosságok, az éttermi és a büfé kínálat, úgyhogy az idei évi fókusz az ez volt, hogy több ülőhelyet tudjunk biztosítani a vendégeknek, több bár szélesebb kínálattal, magasabb minőségben szolgálja ki a vendégek igényeit. Tavaly a Dunaszerdahelyi termálfürdőt 377 ezer vendég kereste fel. Ezt a számot szeretnék a jövőben is növelni, ezért új attrakciók bevezetését tervezik. Továbbra sem mondtunk le arról, hogy egy jó tófürdőt alakítsunk ki, hisz ki kellene használni, ki kell használni Dunaszerdahelynek azt a lehetőségét, hogy valóban akik a természetes vizeket szeretik, azoknak is kínáljunk. A nyár beköszöntével és a szünidő kezdetével a szállodákban is érezhetően megnövekedett a forgalom. A nyári szezonra a szobáink szinte már teljes mértékben telítettek. Vendégeink többsége Csehországból és Szlovákiából érkezik. Leginkább vendégeink az itt lévő termálfürdőt használják ki, sem mint más környező városokban levő termálfürdőt. A beruházások szeptemberben folytatódnak a termálfürdőben. Ekkor felújítják a fürdőhoteljének szobáit. Továbbá a szálloda kapacitás bővítésére is sor kerül. Egy új emelet ráépítésével jövőre már 35 szobával több áll majd a vendégek rendelkezésére.